lassan elfogyok, állok a mérlegem. Ez az eddig ismeretlen mélységekbe vezető összerel a magyomra össze. A szívem elszorítja, és éjszakánként nem enged aludni a félelem. Esni fog, égnek a villanyok, a körülöttem élő emberek hajnalban fürdenek. Házakat bontanak, megölik magukat. Mögré belisszák a kólát, te most már vagy, tanuljunk nyelveket. Összeköltöznék, de veled már nem lehet. Ragasszuk össze a hűtőszekrényeket, ágyakat, polcokat, emlékeket színes szetlik kell. Írjuk fel németül, hogy senki sem menekül, senki sem menekül, senki sem menekül, senki sem menekül, senki sem menekül. Egy a sok közül, akikről énekelsz, tudom, hogy nem vagyok, és nem is lehetek. Erre alkalmas, láttam a legsötétebb perceidet, az ágyamba irányítom a zenét, és péntekenként meglocsolom a növényeket. Zárom az ajtókat, leszedem a ruhát, kívülről nézem magam, és várok tovább. Köszönöm. Az első nagyobb taps, Szibi Laci barátom mondta azt, hogy ő zen buddhista hozzáállással áll hozzá a zongorás számokhoz, azért örül, hogyha jön egy, mert tudja, hogy utána egy gitáros jön. Bassz meg! Na mindegy, szóval tisztító tűz, hát lassan elfogyok, állok a mérlegen, én akkor 73 kilóra fogytam abban a nagy magánéleti válságomban, ami azért érdekes, mert most nem ennyi vagyok, de ezt is nem szeretném, ha megtippelnétek, hogy mennyi. Igen, a következő sorok azok viszonylag egyértelműek. Esni fog, égnek a villanyok, a körülöttem élő emberek házakat bontanak. Hát én a Szondi utcában laktam egy sráccal, aki egyébként nagyon jó fej volt, de ő éjszaka dolgozott. Egyébként a barátok között vágta többek között, és mindig hajnalban fürdött, meg égve volt a villany, égve hagyta a lámpát, ami engem egyébként nem zavart, mert én is ébren voltam. Volt olyan, hogy elgyalogoltam a Szondi utcából a Hungária körútra, a McDonald'sba, és telezabáltam magam ilyen kényszerevéssel, az egyébként nagyon jó volt. Házakat bontanak, az azért, mert amikor beköltöztem ebbe a lakásba, ahol egyébként egy hónapig sikerült laknom, akkor mondta a srác, hogy egyébként minden oké, csak 2 évig bontanak mellettünk egy házat, és annak most járunk a felénél, úgyhogy egy évig még mindenképpen reggel 7-kor fogják bontani a házat. Ha megölik magukat, az azt, hogy akkoriban több ember is öngyilkos lett így a távoli vagy közeli ismerőseim közül, úgyhogy ez egy ilyen szomorú dolog. Akkor a következő az viszonylag személyes, természetű részről nem beszélek, és a végén az ágyamból irányítom a zenét, az akkori főnököm adott nekem ilyen bluetoothos kis kockákat, amikhez a telefonodat hozzá lehetett csatlakoztatni, és nekem az akkor egészen új volt, és teljesen őrület volt, hogy az ágyamból irányítottam a zenét. És Jessica Pratt-nek az első lemezét hallgattam nagyon sokat. És péntekenként meglocsolom a növényeket, tehát volt 2 virágom, amit igyekeztem locsolgatni. Már nem élnek. Azt hiszem, hogy ennyi. Innen el? Fú, arról van mit mondani. Hosszú nyári éjszakákon át, a langyos koresti szélben, nyárfák ragacsos termése száll, és én különböző helyek előtt álltam, szürke pólóban és fehér tornacipőben, és templomok mögött is állt. Csillatú esőben. Történtek velem dolgok,
beszéltek hozzám emberek. Egymás után múltak el az évek, a hajnali háztető csúcsai felett, és én boldoggá tettem sok idegen, tönkretettem néhány életet, építettem pár világot, és leromboltam az összeset. Köszönöm szépen!